Jó estét kívánok, kedves nézőink, a Sporthíradót látják. A kedvencek csapata nyerte a dühöngő bajnokság 9. szezonját. A döntőt szombaton tartották, ahol a legtöbb gólt szerző játékost és a legjobb kapust is díjazták. A gólkirály Kiss György Róbert, a legeredményesebb kapus pedig Köröztös Péter lett. Mindketten a bajnok csapat tagjai. Kevésbé barátságos időjárásban, de legalább eső nélkül zajlott le szombaton a dühöngő bajnokság döntője. Az utolsó mérkőzést kevéssel délelőtt a kedvencek és a favorit csapatok játszották. A meccs végére eldőlt, ki veheti át nem sokkal később a győztesnek járó kupát. A kedvencek nevű csapat nyerte ezt a mérkőzést, ők lettek tehát a dühöngő bajnokság 9. szezonjának bajnokai. Ők már a kezdetek óta mindig itt vannak, nem is kérdés számukra, hogy jelentkeznek-e újra és újra. Hogy miért, arra pedig a válasz nagyon egyszerű. Imádunk focizni. Nagyon szeretjük egymást, a csapatot, és idejövünk, és örülünk, hogy együtt vagyunk, sportolhatunk, úgyhogy ez a közösség a lényeg. Gyerekkorunk óta ismerjük egymást, úgyhogy mindenki gyerekkorunk óta. Ez a csapat egyébként már szerintem vagy 25 éve együtt van, úgyhogy így felnőttünk egymás között. Magyarósi Gábor elmondta, természetesen az sem kérdés, hogy a következő szezonban itt lesznek-e, mert egyértelmű, hogy igen, és akkor is az első helyért küzdenek majd. Jó hangulatú mérkőzések, lelkes csapatok, és itt, ezen a játszótéren még az ablakokból is követték a lakók a mérkőzéseket. Sikeres volt tehát ez a szezon is, mondta a város sportkoordinátora. Ez már ugye a 9. szezonunk volt, 7 csapattal mentünk, ez nagyjából ugye 70 embert jelent, akik fociztak rendszeresen. Ugye itt nálunk jó sikerült, rendszeresen eljöttek a mérkőzésekre, múlt héten szakadt az első, végig itt voltak, játszották a meccseket, úgyhogy nagyon jó szezonon vagyunk túl, és hát várjuk a jubileumunk 10-et, ami majd ősszel kezdődik. Már azért van egy magunk, de az elmúlt 2 évben egy-egy csapat mindig jött hozzá, és hálásan a fiatalabb generációból, úgyhogy ez mutatja azt, hogy azért van jövője ennek a bajnokságnak. A harmadik helyezett az IMI Fan Klub csapata lett. A második a favorit, az első pedig tehát a kedvencek csapata. A gólkirály Kiss György Róbert, a legeredményesebb kapus pedig Köröztös Péter lett, mindketten a bajnok csapat tagjai. A csapatok természetesen éhen sem maradtak, hiszen helyben készült finom paprikás krumpli mellett lehetett csillapítani az éjséget és persze megvitatni a szezon tapasztalatait. Idén is rendezett atlétikai versenyt az ungvári iskola a ceglédi középiskolák számára. A több mint 20 éves múlttal rendelkező eseményen több sportágban is megmérették magukat a fiatalok. Az egyéni eredmények mellett a legsikeresebb iskola címéért is versenybe szálltak a diákok. Vigyázz! Egész napos atlétika versenyt szervezett a kereskedelmi iskola középiskolás diákok számára. Közel 100 fő nevezett a megmérettetésre. Az atlétikai kupa már több mint 20 éves múltra tekint vissza. 5 iskola képviseli magát a mai napon. Hála Istennek az időjárás is kegyes volt hozzánk, ugyanis az elmúlt napok elég erős esőzése egy gyönyörű, szép napsütéses napot hozott, úgyhogy bízom benne, hogy sérülésmentesen és mindenki jól fogja magát érezni, és jól fog versenyezni, illetve a legjobbját tudja majd nyújtani. Két helyszínen zajlottak a versenyek, az udvaron a 60 méteres futás, a súlylökés, a 200 méteres váltófutás és a távolugrás történt, míg a tornateremben a magasugrók versenyeztek. A rendezvény körülbelül 2:30-3 óráig tart, akkor lesz egy eredményhirdetés. Éremmel, illetve csokoládéval az elhasznált kalóriákat, illetve folyamatos ásványvízzel, mentessel és bubissal is tudunk szolgálni a tanulóknak, illetve hát gyakorlatilag az energiapótlásukat azt az iskola segítségével, az érem pedig a Ceglédváros önkormányzata támogatása segítségével így valósult meg, és így hoztuk össze ezt a szép versenyt. Bálint Margaréta a gimnázium 9. évfolyamos diákja váltófutásban, 60 méteres gyorsfutásban és távolugrásban indult. Elmondta, szabadidejében már 10 éve lovagol, és a sportot nagyon fontos hobbinak tekinti. Szerintem ez hosszú távon kifizetődő lesz az ember életében. Ugye egészségesek maradunk, és később meg tudjuk előzni a mozgás problémákat, szóval fontos. Az egyéniben legjobb eredményt elérők érmekkel térhettek haza, az összesítésben legjobban teljesítő iskola pedig egy évig büszke tulajdonosa lehet az ungvári vándorkupának. Egy góllal nyert a Csurgó idegenben a Cegléd ellen a férfi kézilabda NB1 21. fordulójában. Sporteredmények következnek. A férfi kézilabda NB1 21. fordulójában a Cegléd végig kiélezett meccset vívott a Csurgóval. A Ceglédnek nagy szüksége lett volna pontokra, a győztes gólt azonban a vendégek szerezték. 40 másodperccel a vége előtt az egyébként 6 találatig jutó bosnyák Mirko Herceg talált be. Az eredmény Cegléd-Csurgó 24-25. A múlt hét végén a Reménysége kupája nemzetközi újonc asztali teniszversenyen a ceglédi VSE játékosai közül U11-ben első lett Zsigmond Simon,
ugyanő U12-ben a második lett, U13-ban pedig 5 és 8. hely között végzett Tele Kristóf és Pettik Sebestyén. 3-1-es PEAC győzelmet hozott a labdarúgó MB3 középcsoport 31. fordulója múlt szerdán a Zsengellér Gyula sporttelepen. Szombaton a kaposvári körcsarnokban mérkőztek meg az U13-as korosztály ifjú birkozója kötött fogású országos bajnoki címekért. 35 kg-ban harmadik lett Csontos Pál, 38 kg-ban első Budai Milán. Vasárnap az U17-es válogatott keret Ausztriában, Wolfurtban nemzetközi szabadfogású versenyen vett részt. Mizsei Milán a 71 kg-osok között az első helyen végzett, míg Mizsei Ádám a 80 kg-osok között zárta a második helyen a megmérettetést. A sporthíradó már a véget ért, következik a hosszabbítás, amelyben Velkei G. Mátyás ma esti vendége Beelme Péter, a Beelme Ceglédi Erőemelő Sportegyesület szakosztályvezetője. Én mára megköszönöm a figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!